Sziasztok, ez itt a Tarkov egy percben. Ebben a videóban a heavy bleeding-gel foglalkozunk. Heavy bleeding esetén 0,9 HP-t veszítünk minden testrészünkből 4 másodpercenként. Kezdődjék hát a matek lecke. Percenként 13,5 HP-t veszítünk, ami a testrészünk számával felszorozva 94,5, ami azt jelenti, hogy kb. 4,5 perc alatt elvérzünk, ha nem kezeljük. Fontos, hogy az energiaszintünk is csökkenni fog, amíg vérzünk. A következő itemeket használhatjuk a kezeléshez. S-March tourniquet egyszer használatos és 5 másodpercet vesz igénybe. Cat tourniquet egyszer használható és 3 másodpercet vesz igénybe. Calogby hemostatic háromszor használható és 3 másodpercet vesz igénybe. Saliva 3 másodpercet és 175 pontot vesz igénybe. Ifak 3 másodpercet és 210 pontot vesz igénybe. Afak 3 másodpercet és 170 pontot vesz igénybe. Grizzly 5 másodpercet és 130 pontot vesz igénybe. Én azt ajánlanám, hogy vigyetek magatokkal két S-March vagy cat tourniquetet, ha hozzáférték a Calogby hemostatichoz, vigyetek abból egyet, amit az 5-ös gyors gombra raktok. Ha hasznosnak találtátok ezt a videót, iratkozzatok fel és nyomjatok a like gombra. Vigyázzatok magatokra Tarkovban, sziasztok!